biológiai kísérleteinket a puha testűekkel szeretném szemléltetni, demonstrálni. Különös tekintettel arra, hogy a csikák mozgása a bőrizomtömlővel történik, ez egy rendkívül különleges mozgás, és a kísérletnek az lesz a lényege, hogy egy szikén fogjuk a csikát átmászatni, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy vagy mi fog történni, okozza a csigának ezt sérülést. Közben a csiga elindult, és előre haladása közben találkozott a szikének az élével, és most éppen ezen mászik át. A csiga közben megtáltosodott, és éppen átmászik a bontolásra és műtétre is alkalmas szikének az élén. Ebben segíti a bőrizomtömlője, mint mondtam. A bőrizomtömlő nem más, mint a kültakaró és az alatta elhelyezkedő izomrétegek működési együttese, hiszen a puha testűeknek nincsen belső váza, ezért az izmaik a kültakarón tapadnak. Ez egy különleges mozgásszervet, a bőrizomtömlőt hozza létre. Egyébként ilyen van a férgeknek is, puha testűeknek is. Perisztaltikus hullámok futnak végig a csiga talpán, és ezek segítségével mozog előre. Meg kell még itt említenünk, hogy ezt a fajta mozgását a csigának azt teszi lehetővé, hogy a talp elején úgynevezett pedális mirigyek találhatóak, amelyek nagyon sűrű és nagy mennyiségű nyálkát termelnek. Ezt teszi lehetővé azt, hogy a csiga gyakorlatilag a szikének az élén sértetlenül mászik át, és semmi fajta mechanikai behatás nem éri. Olyan sűrű és olyan sikamlós saladékot tud termelni ez a pedális mirigy. Csigán közben elindult a szike élén fölfelé, és jelentős sebességgel száguld az ujjam irányába. Miközben láthatjuk, hogy nyálka csíkot húz maga után, ez a nyálka talán látszik a képen is, és ez a nyálka réteg, ez teljesen védetté teszi őt a szike élével szemben, és sértetlenül fog följutni és eljutni egészen a szike tetejéig.